Hát először üdvözlök mindenkit ezt a legújabb unokszingró, és következzen egy olyan amitől beszartuk. Úgy bezom, ez a Razer. Anyádat. Bocsi a fényvúszajokért, de így tudtam megoldani. Igen. Na, és ez egy 16 dpi-s lézerszenzoros 19 mmO Optimize beállítható. Világítós istennyira. Na. Segluk. És amint leszedem, és kivoltam, hát akkor elérhetővé válik is a termék. Na igen. Szóval doboza. Igen. Ja, maga az egér. Ezért tényleg nem lesz csúcs. Ja, mindegy. Szóval egy, igen, alap zöld doboz, klasszikus Razer, kábele. A kábele, amint ez lesz, nagyon lesz, van egy cícelem, igen, még kiszedtem, hát, nem mondom, picit fura. De, ja, 12 gomb itt oldalt, vissza előre lépő, és igen, gyűrűs súlytartó, valakinek lassan már kell, mert annyit játszik már, más terepen, most ez nem részletezem, igen. Na jó. Mit mondjak a csúcszenzor? Hát az egér kábel, ez hogy is mondjam, ilyen nem tudom mennyire látszódik. Egész jó tapintású, legalábbis nekem jónak tűnik. Star Trek Online Mass Effect, nagyon jó lesz az egér. Méretre nagyobbat vártam, bár legalábbis nem durvábbra számítottam, csak hogy utassam már a régi egeremet, egy Trust GXT 25-ös. Tehát így meg... Köszi, kupi van, amikor mutat a szobát. Szóval, hogy mekkora lépés a két billentyűzet. Jó, nagyjából erre számítottam. Ja, maga az egér csúcs, mindjárt is dugom. Megnézzük, miket tartalmaz még. A klasszik matrica. És használati utasítás papírok. Razer.com csúcs. Nem látok én. Szabvány cucc, tehát ez ilyen köszönjük, gratulálunk, innen nincs visszalépés. Ming Tiong Tong, Ming Liang Tong, kicsi kéne utcó, nagyon cipősz, kicsit lenni rasszista. Mindegy, nagyjából ennyi, szóval nagyon érdekességes egérke, hát akkor mindjárt következik a használat, közben a használat. Használj közben, mit tesz? Na, addig is ciao, vagy ha nem lesz, akkor ciao.